elég erősen szembesütött a nap, így nehéz volt azért látni, de amit látott ma a csapatától, az hogyan tetszett, ebben az összeállításban hogyan teljesítettek ma a fiúk. Die Sonne scheint sehr stark heute, aber was hast du gesehen von unseren Leuten? Wie gefällt das für dich? Was meinst du? Sonne ist gut, weil Fußball ist Sommersport. A nap az mindig jó, hiszen a foci az egy nyári sport. Darum, ohne Sonne geht nicht. Okay, wir haben gespielt, was wir vorgenommen. Andere Seite, ich habe in Halbzeit gesagt, dass wir richtig spielen, aber ohne sportliche, sage ich mal, Einstellung geht nicht. Richtig spielen ist zu wenig. Man muss ein bisschen Druck ausüben, nicht nur schon Fußball spielen. Azt játszottuk a pályán, amit alapvetően megbeszéltünk, viszont azt mondtam a fél időben a srácoknak, hogy nem elég az akarás, hanem maximálisan egy kis pluszt is hozzá kell tenni, hiszen annélkül nem sikerül olyan teljesítményt nyújtanunk, amit szeretnénk a pályán. Wir haben drei gute Chancen gehabt, leider nicht genutzt, und dann Gegner unsere Fehler ausgenutzt, letzte Minute, erste Hälfte und zweite Hälfte. Wir haben wieder Druck ausgeübt, ein oder andere Chance, aber leider ist es vorbei. Volt három jó helyzetünk, sajnos egyiket se sikerült gólra váltanunk. Úgy gondolom, hogy az első félidő utolsó perceiben sikerült az ellenfélnek kihasználnia a hibáinkat. A második félidőben pedig, ahogy mondtam is, a fiúknak szeretünk volna nyomást helyezni az ellenfélre, sajnos nem sikerült fordítani. Wichtig ist jetzt ein oder andere letzte Spiel analysieren, weil jetzt hat gespielt Spieler, wer nicht oft gespielt hat, und wir müssen, sage ich mal, Analyse machen, wer kann weiter uns nächstes Jahr helfen, und wir haben jetzt wieder ein oder andere junge Spieler gebracht, und okay, wir haben diese letzten drei Spiele diese Sache gemacht, was wir vorgenommen, einzige, dass wir keine Sieger erzielt. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kielemezzük az utóbbi mérkőzéseinket, hogy mit tudunk ebből tovább vinni a következő szezonra. Nagyon fontos az elemzés. Nyilván ma is adtam fiatal játékosoknak lehetőséget, és meglátjuk, hogy kik azok, akik a jövőben is tudnak minket segíteni. Beszéljünk egy picit a bajnoki címről. Személy szerint önnek mit jelent ez a siker? Ugye most a év legelejétől itt volt ennél a csapatnál, a korábbi két edzői bajnoki címénél ugye ez nem volt így. Különlegesebb emiatt az idei siker? Sprechen wir über den Meistertitel. Was bedeutet dieser Titel für dich? Du hast letzte Saison... Okay, Titel ist gut, aber noch einmal, das ist eine Seite Titel, andere Seite, letzte Spiele gibt uns gar nichts, und das wird schwierige Mannschaft motivieren, darum haben wir ein oder andere Spiel verloren. Aber Meisterschaft ist wichtig, wir haben letzte lange Saison gespielt, und ich kann nur glücklich sein, dass wir wieder Meister sind, und noch einmal, jetzt müssen wir eine gute, richtige Feier machen heute. Das ist der erste. Zweite, gute Urlaub zu machen, Analyse zu machen, weil was haben wir letztes halbes Jahr erlebt mit Verletzten und so weiter. Das habe ich noch nie gehabt, aber letztendlich, wir sind wieder Meister, und dann für nächstes Jahr, wir müssen eine richtige Mannschaft haben, und wir müssen Champions League qualifizieren. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a bajnoki cím, viszont nyilván úgy, hogy a pontok a bajnokság szempontjában nem jelentenek, így nehéz az utolsó mérkőzéseket lejátszani. Ami nagyon fontos, hogy ma megfelelően ünnepeljünk, és utána legyen egy kis megfelelő pihenés a fiúknak, és utána tovább kell elemeznünk mindent, hiszen szeretnénk a bajnokok ligájába játszani jövőre. Sieht man, dass gute Spieler zu sein ist zu wenig, muss man noch eine Siegermentalität haben. És nem elég csak és kizárólag jó játékosnak lenni, abszolút győztes mentalitás is kell menni. Das hat leider nicht alle. És hát ez ma nem volt mindig meg. Aber gut, darum ist Spieler, wir müssen analysieren und noch einmal nächsten Schritt machen. Ich bin glücklich, dass wir solche Zeit gehabt haben, dass wir Spieler ausgetestet, was wir wollten, und dann haben wir mehr Informationen, dass wir wichtige Spiele richtige Entscheidungen treffen. Nyilván örülök alapvetően a szezonnak, nagyon fontos, hogy ki tudtunk játékosokat próbálni, és nagyon fontos kielemezni és a jövőbe egy következő lépést tenni. Na, noch einmal alle Fradi-Fan gratulation, und heute Sie müssen richtig feiern. Alle haben sie das richtig verdient, und nächstes Jahr wir sehen uns wieder. És először is köszönöm az összes Ferencváros szurkolónak. Ma este együtt egy nagyot kell ünnepelnünk, hiszen abszolút megérdemelt ez a siker, amit közösen elértünk. Köszönöm.